Sziasztok! Az eheti teljes terjedelmet is a szokásos összefoglalónkkal kezdjük. Először megnézzük, hogy mi történt Németországban. Nehéz volt választani, hogy melyik meccset nézze az ember szombat délután, hiszen számunkra sorra játszottak egymás után fontos meccseket, illetve egy időpontban is. A Bayern, amely sorozatban 9. bajnoki címére hajt, 4-1-re verte a Hoffenheimet, a 9-es számú Lewandowski sorozatban 9. bajnokián talált be. Ezzel egy időben a Dortmund 3-1-re verte az Augsburgot, Holland a kapufára lőtt egy büntetőt 1-0-ás hátránynál, azonban a BVB főleg Sancho zseniének köszönhetően végül fordított. Ezzel szintén egy időben Dárdai második eljövetelével egyelőre nem tudta meggyőzni a hitetleneket, hiszen bár vezetett a Hertha, végül fordított ott is az Eintracht, csak úgy, mint a Dortmund, és halad az ígéret földje felé, mármint a Frankfurt, a BL indulás felé, ahol vetétársa lehet például a Leipzig, amely bár az első fél időben nem találta el a kaput egyetlen egyszer sem, végül 1-0-val behúzta a Leverkusen elleni rangadót. A dobogó harmadik fokán pedig az egyre meggyőzőbb Wolfsburg áll, a Bayern pedig úgy vezet, hogy 19 mérkőzésen pontosan 3 gólt átlagolt. Olaszországban a Milán a kupa kiesés után legyőzte a Bolognát, és ezzel továbbra is vezeti a tabellát. Az Inter is nagyon magabiztos győzelmet aratott a Benevento ellen, 4-0-ra nyert Conte csapata, és nyert a Juventus is a Sampdoria ellen idegenben 2-0-ra. Megszakadt az Atalanta 10 mérkőzés óta tartó veretlen sorozata a bajnokságban. A Lazio nyert Bergamo-ban 3-1-re, Marušić, Correa, illetve Muriči szerezték a találatokat, és a Róma továbbra is Dzeko nélkül játszik, de állítólag legalábbis Fonseca ezt mondja, nincsen komoly probléma, le tudta győzni a Veronát 3-1-re egészen magabiztosan. A Milán 2 ponttal vezet az Inter előtt, és a Róma 6 ponttal áll a listavezető mögött, a Juventus 1 ponttal helyezkedik jelen pillanatban a Róma mögött. Spanyolországban a Real Madrid vereséget szenvedett hazai pályán, azok után, hogy Éder Militaot nagyon korán, már a 9. percben kiállították. Ezek után egy kontrából megszerezte ugyan a vezetést a Real, de a Levante fordított, még az is belefért, hogy Courtois kivédett egy büntetőt. Aztán jött a vasárnap, Messi annak ellenére csodálatos szabadrúgás gólt lőtt, hogy kiderült, ugye 555 millió euró fölött keresett az elmúlt 4 évben a szerződésével. Érdekes lehetett az esti telefonbeszélgetése Luis Suárezzel, hiszen Suárez is lőtt egy gyönyörű szabadrúgás gólt. Hogyha ott maradt volna a Barszában, akkor valószínűleg nem tudják eldönteni, hogy kilője ezeket a pontrúgásokat. Mindketten zsenik, ami viszont biztos, hogy az Atlético sokkal jobban áll, hiszen 10 ponttal elhúzott az üldözőktől, és még mindig egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A Barcelona viszont, ha csak gólkülönbséggel is, de megelőzte a Real Madridot a tabellán, ahol egyébként az 5. helyért folyó versenyben a Villarreal és a Real Sociedad is fontos meccset játszott, ezen a találkozón azonban 1-1-es döntetlen született. Arsenal Manchester United rangadót rendeztek a hétvégén a Premier League-ben. 0-0-ra végződött ez a mérkőzés, és ezzel elmondhatja magáról a United, hogy egyetlen egy top 6-os csapat elleni mérkőzését sem tudta megnyerni ebben a szezonban, sőt, ez volt a 4. 0-0-ja Solskjaer együttesének, előtte kikapott a Sheffield-től a hétközi bajnokin, úgyhogy nem alakult annyira jól a United számára ez a hét. A Manchester City számára viszont igen, kétszer is nyerni tudott, legutóbb a Sheffieldet verte 1-0-ra Guardiola csapata, és ezzel most már egyre magabiztosabban vezeti a tabellát. Győzött a Chelsea is, először Tuchel irányítása alatt 2-0-ra verte a Burnley-t, két régi arc Azpilicueta, illetve Marcos Alonso találatainak köszönhetően. A West Ham otthonában nyert a Liverpool, amely a második félidőben lehengerlő teljesítményt mutatott, 3-1 lett annak a mérkőzésnek a vége, és a Tottenham az, amelyik nagyon szenved, először kikapott a Liverpooltól, és aztán a Brighton otthonában is 1-0-ás vereséget szenvedett a csapat, Harry Kane nélkülözi még egy darabig Mourinho, mind a két bokája megsérült az angol válogatott csatárnak, és az ő hiányában azért nem működik igazán a támadójáték. A Manchester City úgy vezet 3 ponttal, hogy egyel kevesebbet játszott, mint a Manchester United, illetve a Liverpool, a Tottenham pedig ezzel a 6. Franciaországba is kitekintünk egy pillanatra, hiszen szokatlanul éles a versenyfutás. Jelen helyzetben a Paris Saint-Germain, amely kikapott a kieső helyen álló Lorient-tól a hétvégén, 90. perces hazai góllal egyébként. A 3. helyen van csak tehát, Pochettino elszenvedte első vereségét, a Lyon is megelőzi, amely győzött a hétvégén, illetve az a Lille áll a dobogó tetején, amely lehet, hogy csak szűken verte a Dijont, ettől függetlenül óriási meglepetés, hogy vezeti a Ligue 1 tabelláját.
Végül egy apró kis kitekintés Európán kívülre, eldőlt a Libertadores kupa sorsa, a Palmeiras nyerte a brazil házi döntőt, a Santos ellen 1-0-ra nyert egy hosszabbításban, de még egy sérülések miatti hosszabbításban szerzett góllal a Palmeiras csapata. És megköszönjük ebben az adásban is természetesen a menkév.hu-nak a támogatást, ugye továbbra is, ha valaki érdeklődik akár egy férfi barlang berendezkedésén, vagy berendezésén, vagy akár csak egy ilyen kis ereket, sarkot szeretne létrehozni, aláírt mezekkel, labdákkal, bármilyen sporttémájú ötlete van, akkor keresse bátran a menkév.hu-tól Király Lászlót, és hivatkozzon a teljes terjedelemre, ezzel még kedvezményt is kaphat. A leírásban találtok egyébként linket és részleteket is. Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domnával. És ezúttal Kemenes Szabolcsot, a harmadik kerület vezetőedzőjét, illetve a Sport TV szakértőjét köszöntjük nagy szeretettel, és itt ebben a minőségedben is fogunk kérdezni mindjárt az elején, hogy izdik az edzősködés? Mert amikor legutóbb nálunk jártál, akkor még nem vezetőedző voltál. Először is sziasztok! Nagyon ízlik, nagyon. Tehát nagyon sokan kérdezték, főleg az elején, ugye egy 3 évvel ezelőtt mentem Budaörsre, ahol már azért volt ez a váltás, hogy Bognár György stábjának tagja legyek, és akkor még ilyen játékos edzőként volt egy 2 éven Budaörsön, ami elképesztő hasznos volt. De gyakorlatilag mondhatom, hogy most már ez a 4. év úgy, hogy edzői mi voltom is van. Ugye 2. év vezetőedzőként. Én nagyon megtaláltam magam ebben. Tehát egyáltalán nem hiányzik a játék, nincs olyan, hogy kicsit korán hagytam abba, hogy idén leszek majd 35. Hogy még nem is szállsz be? Benne. Nem, egyáltalán nem. Az a vicces egyébként, hogy 2 éve haverokkal sem fociztam. Tehát amióta vezetőedzőként dolgozom, olyan szinten tudom megélni a labdarúgás iránti szeretetet ebben, ami van, hogy nem is hiányzik semmilyen módon. Semmilyen módon, úgyhogy nekem ez nagyon bejött. Ez, amit mondasz, hogy stábtag voltál, vezetőedző lettél, nagyon nagy a különbség itt a felelősség meg gondolkodás tekintetében? Elvileg igen, gyakorlatilag nekem nem volt olyan nagy, mert valahogy ez, ami ezzel jár, ez lehet, hogy furcsa hangzik, de nekem olyan természetes. Tehát, hogy egyáltalán nem stresszel az, hogy van egy 10 fő stáb, van egy 23-as keret, és akkor van fölöttem mondjuk a Szabó Bence, mint sportigazgató, most a Torgele Sándor, mint sportkoordinátor, és akkor az egész csúcsán még ugye Ser Sándor tulajdonos, aki hát azért az országban is egy ismert név, ott van a hierarchiában. Engem ez egyáltalán nem frusztrál, sőt, én azt gondolom, hogy ezt teljesen természetesen tudom kezelni, nem tudom miért van ez így, de hogy egyáltalán nem volt az frusztráltság, nem okoz bennem frusztráltságot, hogy eddig az volt, hogy oké, mondjuk játékosként csak magadért felelsz, stábtagként, főként, kapusedzőként ugye mondjuk van 2 kapusod, most meg egyszer csak lesz 23 játékosod, 10 fő stábod, és egyébként folyamatosan kommunikálsz a vezetőséggel. Valahogy ez nekem nem okoz úgy különösebb stresszt, és borzasztó jól érzem magam ebben. Ez biztos, hogy elő fog még kerülni a műsorban egy bizonyos magyar edző kapcsán, azt hiszem, akinél ez a kérdés már többször felvetődött. Szerinted mennyire habitus kérdés ez? Mennyire érzed úgy, hogy neked vezető típusnak kellened ahhoz, hogy ezt így át tud fogni, és ne csak a csapattal kommunikálj, mint amit még segédedzőként vagy kapusedzőként kell, és ne csak a csapattal foglalkozz, a focival foglalkozz, hanem mondjuk a játékosok mellette összefogd az edzői stábot, és fölfele is kommunikálj mondjuk a vezető felé. Olvastam egy nagyon-nagyon jó gondolatot erről az egész edzősködésről, hogy gyakorlatilag projektmenedzserként kell gondolkodnod. És ezen elgondolkodtam, hogy vajon mi is lehet a gondolat e mögött. És ugye nagyon sokszor előkerül az edzőknél, hogy utólagosan, mert nem igazoltak nekem olyan játékost, mert nem így alakult, ami nyilván egyfelől igaz, másfelől szerintem nagyon fontos azt látni, hogy alapjában véve hol a helye az edzőnek a struktúrában. Az edző felel egyfajta projektért. Legyen az a bennmaradás, legyen az a bajnoki cím, legyen az az 5-7. hely, teljesen mindegy. Legyen az a projekt, hogy minél több saját nevelésű perc legyen a pályán, stb. Tök mindegy mi a projekt, teljesen mindegy. De alapvetőleg a nézők azért fognak kijönni a stadionba, amit a pályán látnak. Azért meg te vagy a felelős. Az összes háttérmunka, ami ezzel jár, az bocsánat, hogy senkit nem érdekel. Az egyedül a klub belügye, ugye például én Milán szurkolóként,
borzasztóan örülök, hogy látom a Maldinit a stadionban, vagy hogy a Pioli az edző, mit tudom, de alapjában véve, hogy a Pioli most 24 órát dolgozik, vagy egyet, az nekem tök mindegy, én leülök a tévére, és marhára szurkolok a csapatnak. És ez ugyanígy működik, bármilyen szintről beszélünk. És én ezt így valahogy így megértettem, és elfogadtam, és azt mondtam, hogy szerintem ez egy nagyon jó megközelítése az edzői szakmának, hogy alapvetőleg felelsz egy projektért, és ebben a projektben nem te vagy a fontos. Illetve nem te határozod meg feltétlenül a projektet, mert mondjuk Angliában az van, hogy a menedzser az, aki átfogja az egészet, de szerintem a magyar modell az egy picit más, hogy itt alapvetően a sportigazgatónak kell meghatároznia, nem a, hát az irányt. Az ókori Angliában, tehát most igen, már ott most is, is alakul szerencsére, igen, igen. Abszolút, sőt, én azt gondolom, hogy egy jó irányválasztás és egy reális célválasztás mentén lehet csak igazából haladni. Tehát, hogy nagyon sokszor hallunk olyanokat külföldről is, itthonról is, hogy van egy kijelentett cél, ami eleve szerintem picit baj, mert van még melletted a bajnokságban 20 másik, 19, 18, 17 másik csapat, aki szintén céllal indul el. Tehát ez marha jó, hogy én azt mondom, hogy meg akarok tanulni angolul, de angolul bárki megtanulhat, nem csak itt hármunk közül egy valaki, és akkor versenyzünk, hogy kitanult meg angolul. Tehát, hogy ez a futballban ez így van. Tehát nagyon sok csapatnak célja van, és pont ezen gondolkodtam idefele, hogy akkor lehet jó szerintem egy ilyen könnyű futballmérkőzés, vagy bajnokság, vagy nem tudom mi, ha senkinek nincs olyan célja, mint nekem. Mert akkor más is megtalálja a maga célját, hogy legyünk jó levegőn, én nyerni akarok, te jó levegőn voltál, meg nyertem, tök jó, mind a ketten örülünk. Na de ez nem így működik, hanem ez úgy működik, hogy nekem ugyanaz a célunk, meg akarjuk nyerni a mérkőzést. És amikor ilyen hangzatos dolgokat mondunk, hogy bajnoki cím, meg a mit tudom én, 5000 rugott gól, meg mit tudom én, miket csak, oké, és a többiek ugyanezért mennek ki a pályára. És az már nagyon apróságokon múlik, hogy te hogy fogod a többieket megelőzni. És lehet, hogy ők találnak ki valami fineszesebb dolgot, és te leszel az, akinek nem sikerül, pedig mindent beleadtál. Akkor innentől kezdve a következő kérdés, hogy reális célt kell kitűzni. Azt akartam itt megkérdezni igazából, hogy az nem zavar-e, nem bánt-e, nem jön neki rosszul, hogy nem te szabod meg a projektet, hanem egy olyan projektet csinálsz, amit más határozott meg neked. Hát ezt amikor aláírod a szerződést, eldöntheted, hogy tudsz-e azonosulni ugye a projekttel, ez fontos. Hát a projekt változik, nem? Változhat útközben természetesen, viszont... De ott már magadra szabod. Ott már magadra szabhatod, egyfelől, másfelől mondhatod azt, hogy ebben nem tudok részt venni, vagy ezzel nem tudok azonosulni. Tehát, hogy azért van egy elég nagy szabad mozgás ebben az egész történetben. Tehát szerencsére azért mondjuk a mi esetünkben jól működött az, hogy van egy iránymutatás, hogy mit szeretnének látni, de annak a megvalósítása rám van bízva. És amíg mondjuk a megvalósításban van potenciál, és van lehetőség és ráció, addig nyilvánvalóan mindenki örül. Hogyha nem lenne, vagy a kettő nagyon ellentétes lenne, akkor szokott az lenni, hogy a vezetőség mutat az edzőre, az edző mutogat a vezetőségre, és akkor abból nincsen igazából közös jövő. Ugye egyelőre nagyon szerencsésnek mondhatom magam ebből a szempontból, mert tényleg Szabó Bencével is, sportigazgatóval, akit ugye említettél, nagyon jól tudunk együtt dolgozni, együtt működni, nagyon együtt látjuk a dolgokat, amit meg nem látunk ugyanúgy, ott meg pró-kontra érvekkel valakinek az oldalára eldől a dolog, és szerintem az öli meg nagyon a projekteket, ha borzasztó vaskalaposan ragaszkodik két ember a saját elképzeléshez, ez úgy, hogy a projekt nem róla szól, tehát ezt azért mindig fontos elmondani, hogy senkit nem érdekel a Szabó Bence harmadik kerület stadionban, senkit nem érdekel a Kemenes Szabolcs harmadik kerület stadionban, a nézők kijönnek a srácok miatt, és azért, hogy jó futballt lássanak. És ez a legfontosabb, és hála jó Istennek, ezt a Bence is így látja meg én is. Mennyire öli meg a projektet az, amikor ilyen külső körülmények dolgoznak, mint amilyenek az előző szezonban voltak? Mondtad, hogy most nem vagy frusztrált, meg stresszes, nem is akarom, hogy az legyél, de nyilván erről azért érdemes beszélni, mert hát... Most nem akarok nagyon nagy szavakat használni, de megfosztottak benneteket egy olyan lehetőségtől, amit úgy éreztetek nagyon sokáig, hogy úgy érezhettetek, hogy ott van előttetek. Amikor lefújták tavaly március 14-én játszottunk utoljára mérkőzést, akkor két forduló ment el a tavaszi szezonból, vagy a tavaszi részből. Pontosabban 4, mert ugye volt 2 előrehozott, de hogy konkrétan 2020-ban 2 bajnoki mérkőzésünk volt. Akkor 2 hétig borzasztó frusztráltság volt bennem is, és ez a török zúzók típusú hozzáállás, és akkor most én kivonom a véres kardot, és megyünk előre. És utána átgondoltam egy picit jobban a dolgot, és gyakorlatilag kapott még egy évet ez az egyesület, és ez az edzői stáb, ez a csapat arra, hogy még erősebbé váljon, még rutinosabbá váljon, mert azért nyilván az nem titok, hogy nem a 42. szezonomat kezdtem vezetőedzőként. Tehát alapjában véve az, hogy kaptam még egy évet rutinosodni,
az NB3-ban a harmadik kerületnél, ez alapja, amiben nem egy rossz dolog. Tehát lehetett volna az, hogy ja, és ezt akkor is elmondtuk, bocsánat, hogy az a 11 mérkőzés, ami a szezonból hátra van, nagyon hiányzott volna nekünk, ha valamilyen úton, módon mi az NB2-ben folytatjuk. Nagyon szerettük volna, de az a 11 mérkőzés csapatépítés szempontból, rutinosodás szempontból, a stáb összeérése szempontjából, stb. A klub szempontjából hiányzott volna. Tehát lehet, hogy lehettünk volna NB2-esek, lehet, hogy ott brusztoltunk volna a 16-17. Helyen, lehet, hogy nem, tehát ez egy fikció, azt nem lehet tudni. De az, hogy kaptunk még egy évet az NB3-ban arra, hogy ezt a keretet még jobban összecsiszoljuk, még szorosabban tudjunk együttműködni, amiről már beszéltünk, sportigazgató, edzői stáb, eleve a stáb, a játékosokkal, hogy bánjunk, hogyan építsünk fel egy egész szakaszt arra vonatkozólag, hogy mik a céljaink, ebben még rutinosabbak lehetünk, és így összességében most már azt mondom, hogy persze, meg az anyját, hogy ez így alakult, már bocsánat, de összességében, ha pozitív oldalát nézem, már pedig azt szeretném nézni, akkor meg tök jó, hogy még egy év rutin lehetőséget kaptunk. Hát ha összejön a feljutás, akkor nyilván a pozitív oldalát nézed. Igen, most ez a feljutás, ez is egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert ugye, hogyha megnézzük az NB3-ot, 60 csapatból 3 jut föl. Ugye a miénkből a 20-ból 1. És azért ez borzasztó nüanszokon tud múlni egyébként, hogy ez most 6 ponttal vezettek a Mosonmagyaróvár előtt, tehát azért az elég jó alap, nem? Most jól állunk, így van, tehát én azt gondolom, hogy a jelen helyzetünk az egész jól néz ki, ugye pont beszélgettük itt a Honvéd elleni kupameccsről, ami még itt vár ránk, hogy ott is mik a tervek. Igazából én azt gondolom, hogy ez tényleg, amíg játékosként, meg így laikusként így van az ember, hogy meccsről meccsre haladunk, jó, hagyjál már, milyen meccsről meccsre haladunk. De alapjában, ha belegondolsz, hogy miért haladsz meccsről meccsre, borzasztó nehéz egy játékost úgy motiválni, most ugye február 1-én beszélgetünk, február 1-én, hogy figyelj, mert május 30-án, majd azon a meccsen, majd akkor az lesz, hogy, és ezt vetítsd vissza a szezon legelejére, augusztus 4-ére, hogy figyeljen, mert májusban. És ott fog ülni a játékos, és azt mondja, hogy figyelj, készülök neked itt május 30-ra, hova az anyámba fussak szeptember 2-án? Tehát hol van még május 30-án? Épp ez nem, tehát nem lehet kontextusba helyezni, és a 18. forduló nélkül, meg a 19. meg a 22. nélkül nincs 38. És pont erről szó lesz, hogy meccsről meccsre haladunk, mert te kitűzhetsz távlati célokat, meg mondhatsz baromi jó dolgokat. Ha épp az adott nap, vagy az adott fordulóban, már bocsánat, de segre ülsz, és utána ott vakargatod a fejedet, hogy mi történt, hát aranyapám, az történt, hogy a május 30-ával megzártad a játékosaidat, és rohadtul nem arról szól még a történet, mert van addig 15 mérkőzés. Tudjátok, hol mantrázzák ezt a leginkább? Konkrétan minden héten elmondják, hogy meccsről meccsre készülünk, és játékos edző is. Atletico Madrid? Szép. Hát az ottani minden edző habitusából ez adódik, nem? Meg, ha ebből a kontextusból belegondolsz, tényleg ezért van ez a dolog, mert most az Atleti olyan lehetőség előtt áll, ami előtt ugye nagyon régóta nem állt. De nyilvánvalóan most kijelenteni így házidől a szívem, és azt mondja, gyerekek, ekkora király vagyok, megint bajnoki cím, szívesen. Akkor érted, az lenne a játékosoknak, és jó, persze, és azért egyetlen egy bajnokságot sem könnyű a magad szintjén megnyerni. Teljesen mindegy, hogy megyen négyben játszol, vagy a La Ligában. Nyilván a körülötted lévők mind ugyanazon a szinten vannak. Ezért nem szeretem azt hallani a Bayern vagy a Juventus esetében, hogy hát megint megnyert. Tehát ezért ott azt a 38 fordulót, vagy 34-et Németországban csak végig kell játszani. Menjünk át akkor Németországba, és továbbra is az edzősködés szépségeiről fogunk akkor beszélgetni. Ugye Dárdai Pál bemutatkozott, már az első pillanattól kezdve tudtuk, hogy ez a sorsolás brutálisan nehéz, amit a Hertha kapott a következő hetekre. Mégis mit tapasztaltunk, mik voltak a legfőbb tapasztalatai ennek a Frankfurt elleni vereségnek? Hát nekem nagyon érdekes volt, hogy a Járstein egyből visszakerült a kapuba, tehát hogy konkrétan a legbizalmi poszton egyből ugye Pál ahhoz nyúlt, akiben ő bízott, meg akiben ő bízik eleve, és ugye akit ismer régóta, és a függetlenül attól, hogy valószínűleg nem Solom múlt ez addig, hogy a Hertha úgy szerepelt, ahogy, de ő úgy döntött, hogy akkor oké, benned, mi téged ismerlek, van 2 napom rendbe tenni a keretet, de a leges és legfontosabb bástyát berakom a kapuba, és egyébként baromi jó teljesítmény nyújtott Járstein, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy rossz döntés volt. Nem volt benne a második Frankfurt gólban? Az volt a rövidre a fejes, ugye? Hát, azért az egy nagyon rövidre előtt labda, erős fejes, én nem gondolom. Előtte volt 2 olyan védése, hogy az úgy, hogy idén először védesz, az eléggé rendben van. De érdekes volt a Pali hozzáállás ebből a szempontból, hogy oké, mit kell tennem, ez a feladatom, mi a legelső, kezdjük így. Aztán majd meglátjuk, hogy idővel hogy alakul.
Úgyhogy ez így elsőre egy nagyon érdekes kérdés volt. Aztán, hogy a vezetőség elvárása reális-e például felé, ha már erről itt beszélgettünk, az már megint egy más kérdés. Hát ez most egy érdekes helyzet lehet, ugye eleve önmagában az, hogy Khedira állítólag csatlakozik a csapathoz, az egy olyan dolog, ami az első edzősködések idején fel sem merülhetett nagyon, hogy egy ilyen szintű játékost oda szerződtessenek, és ugye Khedirát sokan szeretik mindenfajta negatív jelzőkkel illetni, de például pont amit itt beszéltünk a műsor előtt, hogy vannak olyan játékosok, akiknek a hozzáadott értéke az több annál, mint hogy jól passzol meg, hogy mondjuk jól lő. Itt Khedira, ahogy a kapu elé érkezik, ahogy egyébként ugye még annak idén Allegri a Juventusban beszélt róla, hogy a védekező pontrugásoknál az ő szerepe a legfontosabb az egész csapatban, ez egy viszonylag fontos elem lehet, és adalék a Hertához. Hát meg az a rutin, azért azt ne felejtsd, hogy amikor az van, hogy szarba vagyunk, de a klub egy világbajnokkal megtámogatja a keretet, és ő bejön, és gyerekek, nyugi, van ennél rosszabb helyzet a futballban, mint ahol mi vagyunk, nyugi, menjünk ki, szépen csináljuk a dolgunkat, az minden rendben lesz, nem kell aggódni. Akkor bejön egy ilyen habitus, akinek el is hiszed, hiszen ő megcsinálta nem egyszer, nem kétszer, és nem kis helyeken, akkor úgy vagy vele, hogy nyugi. Oké, akkor ő mondja, akkor biztos jó lesz minden. Erre hívta fel a figyelmet ugye Dárdai, vagy ezt erre kérte a klubot gyakorlatilag, hogy rutinosabb játékosokat kellene hozni. Járstein is lehet, hogy ezért került be, vagy? Ez abszolút benne lehet, ugye nagyon éles az ellentét, ez a fiatalítsunk megállás nélkül, meg a következő generáció, meg az öregek, és Sam Allardyce Big Sam mondta, hogy kérdezték tőle, hogy miért igazolsz állandó 30 fölöttieket, azt mondja, miért? Mert van róla 10 év riportom, és pontosan tudom, hogy melyik szituációban ő hogy fog reagálni, mert így reagált az elmúlt 10 évben, és ha én berakom a csapatba, akkor pontosan tudom, hogy mit váratok tőle. Hát és egy ilyen szituban ez nagyon fontos. Igen, nem kell messzire menni, majd most nem akarok nagyon ugrálni, de itt pont ide tartozik a téma, hogy Tuchel mondta ugyanezt, hogy azért játszhatja a rutinosabb játékosokat, mert egész egyszerűen nem akarja azt, hogy túl nagy legyen a teher a fiatalokon itt most az ő edzői bemutatkozása, meg az elvárások kapcsán. Valószínűleg Azpilicueta válla, meg Marcos Alonso válla jobban elbír azt a terhet, amit egyébként Rhys Jamesnek vagy Mason Mountnak kéne viselnie. Hát meg annyira nem is kell az ujjadba harapni, hogyha mondjuk Azpilicueta van, vagy Alonso a pályán, hogy jó, oké, de béna, de öreg, tehát hogy nem erről van szó. De pontosan így van egyébként, tehát hogy ez egy tök érthető aspektusa a dolognak, hogy aki már sok ilyet megélt, és már túl van a 12. edzőváltásán, meg a 18. bejelentésen, hogy igen, most akkor szarul megy nekünk, és akkor most biztos majd megint, nem tudom, levágja a fejünket az Abramovics, vagy nem tudom, és jó van, oké. Föl a pályára, nyugi, csináljuk a dolgunkat, nyertek is most ugye a Burnley ellen 2-0-ra. Tehát, hogy én azt gondolom, Palinál is, a Hertánál is nyilvánvalóan ezért például a Járstein sztori is azért, mert tudja, hogy mire számíthat tőle. Khedira esete is ugyanez, hogy tudja, hogy mire számíthat tőle, milyen pluszt adhat a keret értékéhez. És most ugye megint tűzoltás van. Tehát abban ugye Dárdai már többször megmutatta, hogy eléggé érti ezt a részét a futballnak, hogy hogyan kell egy gyengélkedő csapatot összerántani és stabilizálni, és erre meg Khedira igazolása szerintem nagyszerű lehet. Az meglepett, hogy nem fél év, hanem másfél év lett ebből a szerződésben, mert majdnem mindenhol azt gondoltuk mi is, bár ugye Pali elmondta, hogy ő eleve fél évre tervezt, nem csak egy meccsre, de egy rövid távra. Ettől függetlenül azért az a 2022-ig szóló megállapodás, az így jól néz ki, nem? Egyfelől jól néz ki, másfelől, ami számomra nagyon érdekes a Hertánál, hogy amilyen indokkal őt menesztették, hogy akkor most már van pénz, és látványosabb foci kell, és majd mi megmutatjuk a világnak, és minden nagyvárosnak van már szuper csapata, hogy csak a fővárosnak nincs, akkor majd mi tudjuk, hogy kell. Oké. És akkor ugye belekezdtek Csovicsal, Klinsmannal, Labadiával, és egyébként Labadia volt az, akire azt mondtam, hogy na, oké, elköltöttek 150 milliót az átigazolási piacon, akkor ugye 2 év alatt, akkor Labadiával lehet olyan focit játszani, hogy na, nézzük meg, és úgy is indult, hogy oké, voltak 4 gólos meccseik, na, hát ez lesz az a Hertha, aztán nagyon nem az lett ez a Hertha, és szerintem a vezetőség is rájött arra, hogy oké, lehet nagyot álmodni, meg lehet, hát most nem megbántva, de mondjuk ilyen középkategóriás játékosokat igazolni, mert a Hertha szinten nagy pénz, az a piacon nem igazán nagy pénz, tehát az, hogy most 20 millióért vettem Luke Bakiót, az nem az, ami egyből a Bundesliga tetejére repít, főleg, hogyha nem is tudom használni érdemben, mert nem tudom használni érdemben. És akkor rájöttek, hogy oké, a Hertha identitása jelenleg tökéletesen egyezik Dárdai Pál identitásával, tegyük össze a kettőt, éljük túl a szezont, aztán lányártól nézzük meg, hogy mi lesz.
Nyilván az egy kicsit jobban néz ki kifelé is, hogy akkor persze másfél év, és minden nyugi rend van a klubnál, és nem kapkodunk, mert ennek nyilván van egy... Ez a keret felé is egy üzenet, nem? Hogyne, persze, persze, mert most gondolom, hogy úgy futballoz, oké, bennmaradunk, de nyáron megihoznak valakit, megint tök más elvárások, megint lehet, hogy átalakítják az egész keretet, úgyhogy ebből a szempontból adhat egy olyan, hogy nyugi gyerekek, minden rendben lesz. Ez relatív azért ez a nyugalom, mert ugye van egy olyan kikötés ebben a szerződésben, hogy 16 meccs, 24 pont. Másfél pontos átlagot hozni az... De ez nem egy egészséges... Az nagyon sok. Nagyon sok, így van. Főleg mondtátok, hogy nehéz sorsolás, ugye ez... Szerintem önmagában beleírni ilyet egy szerződésbe, bár mondjuk itt a hétvége óta tudjuk, hogy milyen részletek szerepelhetnek egy szerződésben, akár itt a katalán függetlenedés és egyéb ilyen kitételek is, de majd erről is természetesen beszélünk. Szóval az viszont nem jó üzenet a másfél év mellett, hogy eleve egy ultimátummal kezdődik egy közös munka. Igen, ennek is két oldala van egyébként. Egyfelől szerintem is nagyon sok. Tehát szerintem nem lehet teljesíteni egyébként ezt a másfél pontot. Hogyha megnézzük Pali előző 4 éves regnálását, ott is 1.38 volt, tehát nem volt meg a másfél. Azért az azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden második meccsedet megnyered, nyersz, akkor jön ki a másfél pont, azért az nagyon sok. Főleg megnézve tényleg a sorsolást, hogy most egyből jön majd egy Bayern, így csak így, hogy jól érezze magát a Hertha. Hát ha döntetlenért másfél pontot adnának, akkor jobb lenne. Jó, ugye? Igen. Hát akkor igen. Az egy elég komoly szabálymódosítás kéne a fociban, igen. Igen. Igen, de így azért pontosan ez, amit mondasz, hogy azért az X-ér is csak egy pont van, akkor ugye már megint csúsztam félre, ráadásul az első fordulóba vereség. Szerintem az borzasztó nehezen teljesíthető az a másfél pont. Ugye akkor jön ki azt hiszem 41 pontra a Hertának az összpontszáma az év végén, valahogy így. Ami nyilván lehet szükséges egyébként a bennmaradáshoz, meg az osztályozó elkerüléséhez, a bennmaradáshoz bőven az osztályozó elkerüléséhez, de én azt gondolom, hogy ez tényleg egy lehet egy túlvállalás, de lehet egyfajta üzenet a keret felé is, hogy nagy gyerekek az van, hogy nem csak a vezetőedzőtől, mert nyilván az edzőn keresztül a játékosoktól is, akkor elvárom a másfél pontot mérkőzésenként, ennek meg fel kell teljesíteni. Én is kicsit túlzónak érzem, de meglátjuk. Bocs, még csak egy kiköt, vagy egy dolgot ehhez, szóval nem hiszem, hogy Dárdai úgy menne neki minden egyes mesnek, hogy hú, 1.45, ezt meg kell nyerni, és rácok, 1.45-ön van az átlag, hogyha akarjátok, hogy maradjak, akkor most nyertek, ez tényleg csak egy ilyen pluszpont. Itt az elmúlt hetek azért úgy alakultak a Bundesligában, hogy Bayern számára nem is lehetett volna jobb. 7 pont jelen pillanatban az előny. Látsz valakit, aki itt potenciálisan megzavarhatja a müncheni érdekeket? Hát most itt fordulóról már arról beszélgetünk, hogy úgy nyer állandóan a Bayern, hogy nem lép pályára. Tehát, hogy ez a legkeményebb, hogy a múlt héten is úgy jött ki a fordulók, játszottak az utolsó meccset, és gyakorlatilag előtte mindenki elintézte saját magát, és így ült otthon a Bayern, én nézte a tévét, megint növeltük az élényünket, úgy, hogy itthon ül a papucsba. Tök jó. És utána a pályán is megtették, amit kell. Tehát, hogy mindig, minden egyes évben az van, hogy valaki jó tökör ugye magát, mert bocsánat, tehát ugye 9 pontról a Dortmund képes elbukni egy bajnoki címet, most idén azt mondtuk, hogy hú, a Lipcse az most nagyon, nagyon oda fog érni, és egyébként nekem nagyon szívmelengető, amit ők művelnek a pályán, tehát én nagyon imádom őket nézni, de ott azért Werner hiánya borzasztóan megmutatkozik abban, hogy nincs igazi góllövőjük. Nincs góllövőjük egyáltalán, és azért... Mert ugye készült egy olyan reklám, amiben a lipcsei azt ajándékboltot fölhívja a Londonból valaki, hogy visszaváltanák-e, mert nem működik Werner. De... Igen, ez egy megint egy másik kérdés a Chelsea szempontból. Igen, tehát ott is nyilvánvalóan úgy nehéz egy bajnoki címért bejelentkezni, hogy a top góllövőd 4 gólos, és az a Balbek, tehát hogy... Ami engem még jobban bánt, ez az Upamecano ügy, hogy ugye nem biztos, de valószínűnek tűnik, hogy ugye a Bayernhez megy. Én azt hittem, hogy ebből már kilépett a Leipzig, hogy a Bayernnek adogasson el játékosokat. Hát szerintem szóval Németországban nem nagyon lehet kilépni ebből a... sajnos ebből a szerepből senkinek. Ugye a Dortmund is megpróbálta éveken keresztül, azért a Bayernnek a dominanciája szerintem ilyen szempontból hosszú távon nem törhető meg. Hát ugye a Dortmund annyiból másodott a 2000-es évek elején, amikor ugye erős tőzsdekrak felé robogott a Dortmund, akkor dobott egy mentővet a Bayern nekik, és ennek folyamánya az, hogy azért... Ha kell, akkor lerabolják őket. Hát ha kell, akkor igen, a draft jog az övék, mondhatjuk így. Ugye ezt láttuk Hummels esetében is például, vagy Götze esetében. Hát vagy Lewandowski-ban, nem kell nagyon messzire menni. Igen. Pont őcsik, egy kihagynom szép volt. Hogy igen, ez egy jó kérdés, ez az Upamecano sztori, mert
Mert egyébként a játékosnak is biztos, hogy van egy olyan fajta beleszólása ebbe a dologba, hogy Bayern, nézzünk körbe, hova tudnék menni. Oké, eligazolok egy olyan csapathoz, ahol valószínűsíthetőleg, sőt, az biztos, hogy bajnoki címért megyek minden évben, valószínűsíthetőleg meg is fogom nyerni, az ország legerősebb, sőt, a világ egyik legtőkerősebb csapata. Mi legyen? Vagyok egy tök jó projektben, de még mindig ott vagyunk, hogy azt a következő szintet nem nagyon lehet megugrani a Bayernnek. Ez a bántó számomra. Igen, de ez meg szerintem egy olyan kérdés, amiben igazából igazságot azért nem tudsz tenni, mert a Lipcse egy viszonylag fiatal projekt ahhoz képest, ahol a Bayern tart, és amikor az van, hogy na, figyelj, akkor most leülünk egy tárgyalóasztalhoz, és itt már nem is a pénz dönt, hanem itt már a hírnév, a siker, az önbeteljesítés dönthet, és akkor vakarom a fejem, hogy amúgy imádok Lipcsében lenni, meg tök jó ennek a projektnek a részének lenni, meg baromira bízom az egészben, ami zajlik körülöttem, de a Bayern az kész van kb. 40 éve. Upamecano szempontjából érthető is, csak hogyha én a Lipcsénél dolgoznék, bármilyen pozícióban, akkor bárhova mehetsz. Csak ne a Bayernbe. Csak ne a Bayernbe. Igen, de ehhez szerintem Lipcsében kellene paradigmaváltás, tehát az a problémája meg egyébként az erénye is ennek az egész projektnek, ahogyan épül, tehát hogy ezekkel a fiatal, tehetséges, felépített játékosokkal, hogyha egyébként nem igazolsz világsztárt, vagy nem igazolsz a legfelsőbb polcról valakit, már pedig a Lipcse ezt nem teszi meg, akkor amennyire szimpatikus, meg amit mondasz, hogy te is szereted, imádod a játékokat, amennyire jó ez, annyira a saját fogja ez a... Ez pontosan így van, ahogy mondod, ez így van. Nagyon érdekes, nekem az egész Red Bull borzasztóan tetszik, hogy bármihez nyúlnak sportszinten, de tényleg bármihez, vagy nem csak sportszinten, abban mindig van valami extra, valami új, valami friss. De tényleg az, hogy például a futballban egy Bayern fölé tudjál nőni, az nem működik az a fajta erő nélkül, ami pedig nem gyökerezik másban, mint a tradíciódban. Tehát, hogy lehetsz egy marha jó 10 éves klub, hogyha tényleg az van, hogy amikor tárgyalóasztalhoz kell ülni, amikor mondjuk egy banki hátteret kell biztosítani, akkor úgy ülsz le, hogy figyelj, én vagyok a Bayernnek az mennyi pénzt írjunk a papírra, hogy mennyi kellene, hogy játékos vásároljatok. De marha nehéz fölvenni velük a versenyt. A Lipcse szempontjából meg Upamecano egyébként nagyon érdekes eset, mert nagyon sokat beszélgetünk erről egyébként a Germániában és meg a német közvetítések alatt, hogy ő pontosan az a fajta játékos, aki már annyiba kerül, ahol már extra teljesítményt vársz, viszont rendszeresen dob olyan hibát, ami miatt meg így én a sportigazgató lennék, mondjuk a Bayernnél, vagy akár a Manchester Citynél, vagy ahol belső védő problémák vannak rendszeresen, hátradőlnék, és azt mondanám, hogy úristen, oké, zseniális adottságai vannak a csávónak, nagyon jó dolgai vannak, de a másik oldalon, a flop oldalon meg van, hogy ez a hiba, ez miért jön, az miért jön, és amikor azon gondolkodom, hogy oké, ezen elment a Bajnokok Ligája cím, mert ez már az a szint, hogy ugye egy ilyenen elmegy a BL cím, akkor akarom a fejem, hogy 120 millióért biztos, hogy őt akarom a védelem közepébe tenni. És ezért van az, hogy évről évre az átigazási piacon Upamecano, nem. Jó, oké. Akkor maradsz, és akkor várjuk a csodát. És ott nem van összehasonlításképpen a mostani Bayern védelem, ami egyébként... Ja, azt hittem, azt akarod mondani, hogy ott van összehasonlításképpen Willi Orbán, aki megelőzte a kicker rangsorában Upamecanót egyébként, de mindez csak így... Ő nem akar onnan elmenni. De arra figyeltem csak föl, hogy azt írták valahol, talán a goal.com-on olvastam, hogy ugyanaz az ügynöke Zülének, mint Upamecanónak. Úgy kell odavinnie Upamecanót, hogy közben a másik játékosát gyakorlatilag... Igen, de mondjuk ez az Alaba sztori biztos, hogy közbe szól, hogy ugye ott nem nagyon alakul a megegyezés, hogy néha fölmerül, hogy akkor mégis megállapodunk, aztán mégse állapodtunk meg, akkor Real Madriddal tárgyalunk, akkor velük se, akkor Cityben nem akar, Manchester City az nem akarok, mert esik az eső, akkor, de tényleg ez volt az ok, hogy ott rossz az idő. Oké, bocs. Nem, majd építenek fedes stadiont. Tehát, hogy nyilván, ha viszont előre gondolkodok, a Bayern szempontjából gondolkodom, és azt mondom, hogy oké, Alaba nem biztos. Vagy eleve meg tudom szorítani kicsit az Alabát is, hogy figyelj, Upamecanóval ennyire vagyunk attól, hogy jön a helyedre, úgyhogy te nyugodtan mehetsz bárhova focizni, ahol szeretnél, ha nem akarsz ide tartozni, nem kell. Ebből a szempontból viszont tényleg tömködni kell ott a lyukakat, mert nekem mondjuk Hernández leigazolása 80 ér, az hát az nem az. Főleg úgy, hogy Alfonso Davies Balbekben volt 10 millió. Jó, előre ezt nyilván nem lehetett tudni, de így kontrasztnak. Nekem Pavard sem igazán válik be. Bocs, ezt még meg akartam kérdezni. Lucas Hernández miért nem játszik? Vagy mi vele? Hát mert Alfonso Davies a világ legjobb balbekje jelen pillanatban. De akár középhátvédként.
Ez egy jó kérdés. Szerintem a két Hernández, ugye a Milános meg a Bayernes tesók között nagyon nagy a hasonlóság abban, hogy borzasztó bátran futballoznak előre. És védekezni egyikük sem nagyon tud. Nem tud, nincs felelősségteljes védekezési attitűdük. És ez nagyon fontos azért, hogy akkor, amikor kim vagyok a félpályán, már pedig a Bayernnél ugye Andanez van, és ezért kapnak most ennyi gólt, kim vagyok a félpályán, akkor nagyon-nagyon-nagyon kell tudni reagálni az átmenetre, amikor labdát veszítünk, hogy most jól döntsek, hogy kilépek a fölpasszra, vagy már rúgják be mögém, vagy amikor hátrálok, akkor hogy játszom le az egy az egyet, vagy a három a kettőt, vagy a kettő a hármat, és ez nincs meg a Hernándezben. Tehát az, hogy ő bal szélen le, föl, menjél, tényleg a világból kifut mind a két Hernández, menjél, csinál, törél, zúzzál, abba bomba. De amikor bele kell tenni a döntési mechanizmust, hogy most jövök, megyek, irányítom a védelmet, ráadásul ugye van még egy fontos dolog, hogy amiben Alaba és Boateng szerintem világklasszis, azok a labdával való játék, ahogy ők fölpasszolgatják ugye egy tömörülő védelem ellen is a labdákat, az abban meg ez megint nem jobb náluk. Tehát valahol ő így elveszett az éterben, mert balbekben Alfonso Davies sokkal jobb, belső védőben ő kevés, tehát hogy valahogy ő szerintem pont így a kettő közé esik be, és mindig ott tud játszani, ha valaki sérült. Hogy már Bundesligáról beszélünk, akkor nem állom meg, hogy a jelenlegi mezőnyből az egyik kedvencemről ne beszélünk, ez a Gladbach számomra, amelyiknek a fociát tényleg élmény nézni. Most mondja, 7 fordulóta veretlen a csapat, és itt ezzel kapcsolatban többször látva őket, az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy vajon Rózétól jobb ez a csapat, mint amilyen egyébként a játékos kerete, vagy valóban ennyire minőségi ez a keret? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Szerintem itt tökéletesen működik a szimbiózis. Tökéletesen, ugye erről már beszélgettünk, hogy milyen, tehát a sportigazgató edző keret között ugye kell egy meglévő egészséges szimbiózisnak lenni, meg kémiának lenni ahhoz, hogy minden működjön, és szerintem ez itt nagyon megvan. Jól sikerültek tavaly az igazolások, Türámmal, Pléjával, szerintem zseniálisokat húzott, Bensebainivel nagyon jókat húzott a Gladbach, és mindehhez van egy óriási koponya, ugye Rose, aki szerintem most már Nagelsmannt nem venném a feltörekvő tehetséges edzők közé, igazából Rózét sem szabadna már, mert azért bizonyított bőséggel. Hát igen, ugye ez már Salzburgban úgy került Németországba, hogy gyakorlatilag név volt. Így van, és Németországban is bizonyított. Tehát nem csak az, hogy oké, jó voltál Salzburgban, ahol nyilván 10-ből 10-szer megnyered a bajnokságot, hanem beléptél a következő szintre, és ott is zseniálisan megálltad a helyed, és ódákat zeng rólad Németország. Nagyon gyanús egyébként a Dortmundban való folytatása neki, és valahogy illene is szerintem az a karakter oda a Borussiához, de amíg a másik Borussiánál, a Gladbachnál dolgozik, én azt érzem, hogy ő kimaxolja a keretben levő lehetőségeket, de a keret is nagyon jól van összerakva. Tehát szerintem itt ez a kettő egy összejátszik, viszont ennek van egy hátulütője, hogy valószínűleg nincs bennük több. Igen, Rozira, amikor ránézek, akkor mindig az jut eszembe, amikor a Klopp könyvet olvasom, nem tudom, hogy megvan-e, hogy Klopp neki mondta azt, akkor ugye csapattársak voltak Mainzban, még Klopp ilyen játékos edzőként, hogy annak ellenére tudtunk feljutni, hogy ilyen szar futballista vagy. Rose még nála is rosszabb focista volt, ezt mondta róla Klopp, de egyébként ő is nagyon látta a focit, és többek között ennek köszönhető az, hogy ennyire világos víziója van a játékról. Haladjunk tovább szerintem, itt vagy van még ami benned szakadt? Mehetünk tovább. Bundesliga ügyben? Majd rátérek, ha benned szakadt, tök mindegy, mi a téma. Premier League és Tuchel, ugye, ha már itt elkezdtünk beszélni, meg ugye Löw Zsolt, megvan az első győzelem, és nagyon-nagyon, tehát gyakorlatilag edzés nélkül, mert 3 edzése volt a Chelsea-nek Thomas Tuchel-el a Burnley elleni meccs előtt. Hogy lehet ilyen szinten átalakítani, átformálni a csapatot? Ugye, amit mondtak Lampardnak kritikaként, hogy az átmenetek ellen nem tudott védekezni ez a csapat, az olyan szinten meg volt szervezve most a Burnley ellen és az első meccsen a Wolves ellen is, mert mondjuk nem nagyon voltak átmenetek, mert a Wolves nem akart futballozni. Hát, de... mert a Burnley... Burn is sem annyira, de tehát, hogy én ilyet nem láttam még őszintén, szóval, hogy egy csapat 80-as PPD-ját produkáljon. Tehát ez a Wolverhampton volt, 18 méteren húzták meg a védővonalukat. Tehát, hogy ez nem is tudom, hogy milyen szint, vagy ilyet láttam. De mindegy, tehát, hogy függetlenül, hogy 8, lehet... 80 volt. 8, tehát 8, ugye a PPD, hogyha valaki esetleg nem tudná, az első labda megszerzésére irányuló mozdulat a csapattól akkor, amikor 80-at passzolhatott gyakorlatilag a Chelsea, mielőtt elkezdett a Wolves támadni. Az viszonylag brutál számnak tűnik. Így elsőre, mert az átlag ilyen 19-20 szokott. Így van, hát, sőt, hát ugye vannak olyan csapatok, ahol 10 alatt van, amelyik ilyen eszméletlen módon letámad. Igen. Az soknak tűnik, nekem is az a 80, de biztos. Ettől függetlenül lehet. 79 egész valamennyi. Tehát, hogy brutál.
ugye pont ezt emeltük ki a legutóbbi összefoglalóban ennek kapcsán. Na mindegy, tehát a kérdés továbbra is az, hogy mire elég három edzés, meg hogyan lehet ilyen szinten átformálni a csapatot? Összességében semmire, de én azt gondolom, hogy minél magasabb szinten edzősködsz, annál könnyebben mennek át az ötleteid. Tehát, hogyha azt mondod, hogy gyerekek, Bernie háromvédős, az eddigi négyvédős helyett, akkor mindenki tudja, hogy oké, és tudom, hogy abban hol lesznek passzávok, mire kell figyelnem, mit kell csinálnom, a labdát veszítünk, stb. Tehát, hogy azért valószínűleg ilyenkor nem ördögtől való gondolatok fogalmazódnak meg Tuchel meg a Löw Zsolti fejében, hanem azt mondja, hogy oké, gyertek, üljünk le, ez a terv, értem? Értem, oké, sétáljuk le, ez lesz, jó, oké, mehetsz. Mert nyilván Thiago Silva már valaha látott háromvédős rendszert. Megtalálkozott is Tuchellel, tehát hogy ott is egyébként van egy bázis emberkét ott középen, ami nagyon fontos. Igazából az attitűd meg a frissesség az, amit bele tudsz vinni ilyenkor. Tehát, hogy én nagyon sajnálom egyébként ezt a Lampard sztorit, mert nagyon sokat beszélgettünk az öltözőben is, hogy a Darby-s időszak után kellő pillanatban jött a Chelsea, szembeállítva mondjuk Steven Gerrarddal, amit most művel a Rangersnél. Hogy... Erre nagyon kíváncsi vagyok egyébként. Tehát pont, bocs, hogy mondod ott az öltözőt, ez ami számunkra feldolgozhatatlan, megérthetetlen, hogy most, ahogy Lampardot kirúgták, kijött egy csomó sztori az öltözőből, stábtagoktól, játékosoktól, tehát hogy te kb. Hasonló helyzetben vagy itt időben, hogy mikor fejezted be a focit, és mikor kezdtél el edzősködni. Hogy létezik az, hogy valaki ilyen szinten nem tud kommunikálni a kerettel és a játékosokkal? Ugye ez majdnem mindenhonnan visszajött, hogy voltak olyan játékosok, akikkel hónapok óta nem állt szóba, nem lehetett kopogtatni az ajtaján. Tehát, hogy ez hogy alakul? Hogy mérgesedhet el idáig? Vagy amikor edző vagy, akkor itt megváltozik a pszichéd és a gondolkodásod, és direkt megtartod a távolságot? Nem, szerintem nem a pszichéd változik meg, hanem a pozíciód. És ha te, és erről beszéltünk, hogy ugye a történet az úgy jöpő, hogy egy játékos miért felel önmagáért. Önmaga jó állapotban legyen, ugye nyilván ezeken a szinteken, meg egyébként már alacsonyabb szinten is, hogy súlyom rendben legyen, a zsír százalékom rendben legyen, minden edzést mérnek, jó állapot, kaja, pihenés, stb. Saját magaddal kell foglalkozni. És ha beraknak, akkor most balbek vagyok, vagy center, vagy kapus, tök mindegy, azt a feladatot lássam el. Jó esetben. Hát ha nem látod el, akkor... De túl gondolkodod, akkor is persze biztos, hogy jó a... Egyébként játékosként nem. Viszont ugye valószínűleg Lampard vélhetőleg nagyon nem volt más személyiség játékosként sem, csak más volt a pozíció, más volt a szög, amiből rá kellett nézni, és azt mondtuk, hogy fú, mekkora vezér, és lehet, hogy ő alapjában véve úgy volt vezér, hogy a hátára vette a pályát, és akkor gyertek, fiúk, utánam. És nem a dumával, hogy te kicsi, baromi jó vagy, és meg tudjuk csinálni. És ugye, amikor beszélgettünk ilyen nagyon nagy edzőkről, például Verebesről mindig az volt a sztori, hogy hát ott nem az edzés munka volt a csoda, hanem az a szeretet, amivel ő a játékosaihoz állt. És igen, hogy Híres Gábor a világ legjobb középhátvédje volt. Pontosan. És ő el is hitte egy idő után, hogy tényleg én vagyok, hát akkor add ide a focit, ezt majd megmutatom. Tehát, hogy nagyon más is szerintem, Lampard valószínűleg nem változott meg, egész egyszer sose volt olyan. És, érdekes, igen. És ez mindig egy ilyen örök kérdés például, hogy ki mit vall a futball, és tehát a futballban arról, hogy edző-játékos kapcsolat. Hogy hiszel-e abban, hogy mondjuk kialakulhat igazán bizalmas viszony akkor, amikor lehet jövő héten meg kell mondanod, hogy bocs, szerződésbontás. Te ki mersz alakítani ilyet? Én szerintem a kettőnek egy ilyen vegyes körete vagyok, én azt gondolom, hogy így igenis, meg nyilván bizonyos határokig. Tehát, hogy azért vannak olyan dolgok, amik így sarkosan elfszerűek, tehát például az együttbulizás, meg együttpiázás, az nyilván nem faktor. Uh-huh. Tehát, hogy az nem. Ilyesmi, tehát, hogy és az nem az, egyébként nem azért, mert nem alakulhat ki olyan viszony, hanem azért, mert egy játékos másképp viselkedik, amikor a játékos társaival van, vagy amikor kvázi ott a főnök. És a főnök nem akarja tönkretenni az ő bulijukat, ez az ő bulijuk. Igen, elegi mondta mindig, hogy ha vacsora van, akkor nagyon köszöni a meghívásokat, de ő a csapattal soha nem fog elmenni. Na, én valószínűleg ezért vagyok vegyes, mert én elmegyek, és egy fél óra után mondom, hogy akkor jó szórakozást, és akkor vagy holnap találkozunk, vagy két nap múlva, és akkor ha másnap látom, hogy vannak olyan arcok, akiket megviselt a vacsora, akkor őnekik aznap regeneráló edzés van. A vacsora, igen. Igen. Tehát, hogy én azt gondolom, a kettő vegyes vagyok, de valószínűleg Lampardnál ez lehet, hogy ő nem változott meg, csak meg nagyon más egy Derbyt irányítani, meg nagyon más egy Chelsea-t. Tehát, hogy
lehet, hogy épp a személyisége még nem passzolt abba a közegbe. Hát vagy amit itt beszéltünk, úgy kell leosztani a feladatokat, mert állítólag ugye például Lőv Zsoltinak ilyesmi szerepe van, hogy ő az, aki egy lépéssel közelebb megy a játékosokhoz. És ez normális is egyébként. Tehát lehet, hogy Lampardnak is kellett volna egy olyan másodedző, vagy egy olyan ember, aki tudja ezt menedzselnie. Hát ugye azért én borzasztó alacsony szinten edzősködöm ezekhez az emberekhez képest, de ez, amit most elmondtál, ez 100%-ig igaz. Tehát például van az a szerencsém, ugye Cvitkovics Peti, ő még játékos edzőként funkcionál a klubnál, vagy már játékos, vagy edzőjátékosként, tehát attól függ, hogy melyik perspektívából nézem. De például az ő szerepe, ő pontosan az az átkötő szerep, ahol még játékosként elmerem neked mondani, hogy mi a bajom. Jó, beépített embered? Hát, ez most ilyen nem, igazából... Ez csak félig viccesen hát, kérdeztem. Csak hogy milyen így a viszony így a csapaton belül, ugye most így, mit tudom, voltak ilyen, Cicó szokott csinálni ilyen pontszerző feladatokat, amivel lehet nyerni szabad napot, és akkor abban vannak ügyességi dolgok, és akkor van olyan, hogy elő kell adniuk valamilyen ilyen darabot, ugye csinálunk ötfős csapatokat, és akkor valami előadást kell adni, és akkor az egyik brigáz az például telibe kifigurázta az edzői stábot. Tehát, hogy ilyen a viszony, hogy mondtuk is, hogy semmi probléma, a hétfő reggel 8 tollal az irodában, érte? Tehát, hogy szerencsére ilyen a viszony, de hogy közben meg így, hogy van a Cicó, meg van egyébként a Veres Balázs is, aki szintén a pályázóként dolgozik a klubnál, ő például egy elképesztően kommunikatív srác, és ő telibe benne van a Cicóval együtt a sűrűjében, és hamarabb fordulnak hozzá a srácok, mint hozzám, de nyilván amit nekik elmondanak, az felém szól az üzenet, csak nem biztos, hogy telibe nekem jön. És lehet, hogy amit mondasz, hogy ez hiányzott Lampardnál, vagy egész egyszerűen nem érdekelte, vagy lehet, hogy ő a saját gondolataiból indult ki, hogy amikor ő játékos volt, akkor ő neki nem volt erre igénye. Nem biztos, hogy vele így bántak, hogy akkor távolságtartás. Lehet, hogy neki nem volt igénye az edzőivel szemben erre, és ő azért azt gondolja, hogy visszafele sincs igény. És ez egy fontos kérdés, ez meg már személyiségkérdés. De kinek van igény erre? Annak, aki nem elégedett mondjuk. És valószínű, hogy itt nem volt meg a kapocs, hogy azokat meghallja, aki éppen elégedetlen volt a játék idejével, a pozíciójával, a fizetésével. És lehet, hogy kommunikált Lampard alapvetően, csak nem tudott arról az információról, amit mondjuk, mit tudom én, mondok egy hülye példát, Pulisic elmondott valakinek, hogy basszus, én miért ennyit játszom, ami ugye ő az elégedetlenségét jelezte, csak ez nem jutott vissza Lampardhoz. Hát ez is benne van. Ez is abszolút benne van. Egy ekkora gépezetben iszonyat morzsányi dolgokon múlik egyébként a dolog. Mert alapjában nekem egy picit más volt a kérdője, hogy inkább, hogy mi a Chelsea vagy Lampardnak a meggyőződése a futballról, mert néhol így. Az nem biztos, hogy kiderült. Ez a lényeg, igen. Nekem ez volt a fura. Igen, kettő csapatról még mindenképpen szerintem érdemes itt beszélni. Az egyik pont egy Lampardhoz köthető, hogy azért akitől a legtöbbet leshette el, az éppen az a José Mourinho, aki most a Spurs-szel kétszer kapott ki. Ugye egyszer a Liverpool ellen az abszolút vállalható, a Brighton elleni vereség meg a játék sem feltétlenül. És itt azért a legfőbb kérdés az nyilvánvalóan kettő szerintem, hogy mit tud kezdeni ezzel a Kane nélküli helyzettel, meg mit tud kezdeni Gareth Bale-lel. Hát tényleg az ember sírva fakad, hogyha látja, hogy mi lett ebből a srácból. És nem azért, mert hogy ő nagyon rossz játékos lett, de az önbizalom szint, amivel most Bale futballozik, az tragédia. Tehát nem tudom, hogy láttatok-e a tegnapi meccsből akárcsak részleteket, vagy összefoglalót, az, hogy egyetlen egyszer benne se volt a gondolatai között az, hogy a kapu felé menjen, hogy lőjön, hogy kulcspaszt adjon, hanem ott elmaszhatolt a középpályán folyamatosan. Abszolút féke volt ennek a Tottenhamnek. Hát ezt sajnos én is így láttam, hogy te, és ugye volt egy ilyen ominózus kis rövid videó, ahol a Mourinho mondja pont a Bale-nek, hogy mehet vissza. Vissza akarsz menni Madridba padozni, vagy hajlandó lesz végre futballozni. Nyilván ez nem egy könnyű kérdés. Én egy picit azt érzem, hogy Gareth Bale-nek ezt a részét ideje lenne elengedni, tehát hogy szerethetem én a futballt magam szintjén, de akkor élvezzem. Tehát akkor el kell menni Kínába, el kell menni olyan helyekre, ahol elég hát, az... Ahol lehet golfozni. Lehet golfozni, meg elég az, hogy én vagyok a Gareth Bale. Tehát, hogy amit te is mondasz, hogy valószínűleg ez párosul egy motivációvesztéssel is, ami alapvetően normális is lehet. Csak ha ez így van, akkor fontos a beismerés, hogy oké, ebben már nincs több, akkor valószínűleg nem az a probléma, hogy most akkor basszus jön a sárga csak jövő héten, akkor még kéne egy kicsit focizni, tehát valószínűleg nála nem erről van szó. Meg az is lehet, hogy szereti a futballt, de azért az a brutális üzemmód, amiben működik a Premier League, a La Liga, az
az sok. Az lehet, hogy neki sok. Hát meg az, hogy jobbról játszott. Én jobboldali... is szeretem a futballt. Igen, ennyi. Jobboldali támadót játszott az első fél időben, és az, hogy tényleg egyetlen egyszer nem próbálta meg, azért tette, hogy nyilván oda Mourinho jobbra, mert van egy egészen jó, egészen használható bal lába. És hogy az egyszer nem jött ki, utána áttette a bal oldalra, és mindig folyamatosan belevezette a védőkbe, szóval nem, nagyon, nagyon rosszul nézett. Hát de ez szerintem még egy championship csapatnál is sok lenne, hogy folyamatosan az ő kegyeit keressék azért, mert neki ilyen a lelki állapot. Nem hiszem, hogy ő még vissza fog jönni ebből az állapotból amúgy, mert... Én is nehezen tudom elképzelni. Nem volt gyakorlatilag olyan meccs az utóbbi 3 évben szerintem, ahol egy motiváltnak tűnt volna valóban. Igen, és itt szerintem nem kell őt sajnálnunk. Tehát nem tették őt tönkre. Nem tette őt tönkre Zidane. Az annyiban azért tönkretették, hogy a madridi sajtó az szeret így rászállni játékosokra. Jó, figyelj, tehát hogyha Real Madrid legjobban kereső játékosa vagy, akkor viseld ezt el. Tehát én meg a másik fel, bemegyek egy cukrászdába, akkor felkészülök rá, hogy ott valószínűleg lehet kapni fagylaltot, meg sütemény. Tehát azért nem titok, hogy Madridban mi vár rád. Hogy ott mivel kell majd szembesülnöd, és hogy ott nem nagyon fognak simogatni, tehát ő azért ezzel valószínűleg tisztában volt, hogy ez így lesz. Tehát nyilván egyébként baromi kegyetlen tud lenni a sajtó, főleg hát aztán a Madridnál meg pláne, de azért ott is lehet azt mondani, hogy hopp, elég, köszönöm szépen, és lehet kicsit elegánsabban csinálni, mint mondjuk Özil csinálta az Arsenalnál, tehát lehet elegánsabban is, és azt mondani, hogy gyerekek, nekem ez sok, én borzasztóan szeretnék Észak-Skóciában a Livingstonban futballozni és golfozni, és nekem az bőven elég, mert ez is lehet. Persze. Mert ez is lehet, csak az olyan, és persze olyankor meg, amikor te is elveszted a motivációdat, és ezeken a szinteken csak a legnagyobb motivációval lehet futballozni, akkor a kettő összeér, hogy sokkal többet fognak elkezdeni elvárni tőled, te meg egyre szarabbul fogsz teljesíteni, és a kettő között egyre jobb a szakadék, annál többet beszélünk róla, hogy hát milyen rossz volt Gerard Bale. Még egy edzőről nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, Ole Gunnar Solskjær. Te hogy ítéled őt meg? Hát sokat elárult ez a mosoly. Ő nekem a legnagyobb kérdőjel az elit futballban most, mert az a fajta meccselése, ahogy ő meccsel, hogy gyakorlatilag az iPadről nézi a meccset, azt nem tudom, figyeltétek-e már, hogy akárhányszor mutatja őt a kamera, nem pislog, tehát úgy, mint egy zombi így ül, így nem is, az sem biztos, hogy arrafele néz, ahol van a labda, és egyébként 80%-ban így az iPadjét nézi, és ennyi a meccselés, az nekem nagyon fura, borzasztó furcsa, de másfelől, nézzétek meg, mit csinált a United-del. Tehát másfelől meg valamiért ott vannak 3 pontra a City-től. Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit mondasz itt az iPad, de csak így most közben jutott eszembe, hogy az miért van, hogy a játékosoknak folyamatosan meg az edzői stáb iPad-en dolgozik, és egy ilyen fényképes albumban mutogatják a pontrugásokat, amikor kapályra ütött, hogy ezt nem lehetne arról? Hát annyi, hogy valószínűleg gyorsabb. Igen, egyszerűbb. Valószínűleg gyorsabb, igen. Gyorsabb, mint az iPad-en behozni ezeket a képeket. Most gondolj bele, attól függ, hogy most... mert ezt egyébként iPad-en meg tudsz csinálni mozgódiagramba is, az a legegyszerűbb, és akkor látod is, hogy hova kell menni. Erre gondolnék én is, csak hát tényleg az, hogy lehet. Ott állnak, és ez ilyen kicsit olyan furcsának tűnik nekem mindig, hogy egyébként minden ilyen hiper, meg szuper technológia. Na, valószínűleg ennyi, hogy tényleg, hogy gyorsabbnak ítéli meg, valószínűleg lehet, aki használja, tehát lehet neki, várjál, most ez nem most ezt. Igen. Mi a kód? Mi a PIN kód? Nem tudom, hogy elterted, ezért ilyen néznek, azt mondták, hogy gyorsan föllapozom, és akkor megvan, valószínűleg ennyi. Szóval most mindegy, mennyibe a pályára. Állj valóban, majd valami lesz. Hogy egyszerűen nekem döbbenet a Pali. Tehát meghallgatva vele jó pár interjút, hogy konkrétan 2 egymás után tett használható mondat nincs, és például ugyanez Sean Dyche-sal, a Burnley menedzserével, meg volt egy órás interjú, és egy levegővel nézi végig, vagy hallgatja végig az ember, hogy mi olyan gondolatok a futballról, hogy úristen. Szenzációs az ember, tehát amilyen felismerhető foci a Burnley-nek van, nem kell szeretni, nyilván, vagy bevallom, nem is szeretem a Burnley-t nézni, de azt iszonyatosan nagyra becsülöm, hogy ebből a hulladékból mit kihoz. Abszolút, abszolút. És egyébként nekem a Sheffield ugyanez Chris Wilderrel, hogy vannak ilyen őshuligán angol vonulatok, amikre még azt mondod, hogy na, ebben még van egy kis 90-es évek, és ugye Sondást olyanokat hallasz, hogy úgy úristen, hogy ebből az egy órából kb. 40 percet magamévá tudok tenni, annyira tetszik a gondolatilág. Ezt újsára meghallgatod az interjút, és így nem tudod elképzelni, hogy ő egyáltalán látta a mérkőzést, vagy hogy egyáltalán ő bejár dolgozni. És közben meg ránézel a csapatára, és azt mondod, hogy várjunk már egy picit, azért itt az elmúlt időszakban voltak nagyon nagy nevek, mindenki megfőtt, és ez az ember ott elücsörög a padon, szerintem még élvezi is, hogy nincs néző, legalább nem hangos az egész. El vagyunk magunkba, gyorsabban hazaérek a parkolóba, könnyebben kijutok.
Tehát, hogy ilyen, ez a feelingem az emberről, és közben mégis az van, hogy, hogy a csapata az ott van a második helyen. Meg ugye a helyén vannak az emberek. Igen, tehát, abszolút. Az látszik, hogy, hogy mindenki ott játszik, ahol kell. Olaszországban még mindenképpen térjünk át, mert szerintem egy számodra kedves témával fogunk foglalkozni. Vezet a Milán továbbra is. Azt gondoltam, hogy fölteszem a kedves hallgatóknak, megnézőknek is azt a kérdést, hogy ha eszkalálódott volna ez a vita Lukaku és Ibrahimovic között, ki nyer? Ez nem kérdés, hát Ibra, hát ez nem kérdés. A technikássága okán? A technikássága okán, igen. Tetszett a jelenet egyébként, szerintem sokunknak tetszett. Ilyenkor én mindig azt vallom, hogy ideje lenne tanulni más sportágaktól, például a jégkorongtól, hogy ilyenkor kört alkotnak a többiek, és hagyják, hogy lejátsszák ezt a bunyót. Nem lefogják Lukakut, amikor akar Ibra után menni, nem? Persze, de fontosat szeretett volna mondani neki, hát nem értem, miért kell őt megakadályozni ebben. Nekem tetszett, tényleg az, hogy akkor beszéljük, mert nagyon kíváncsiát volna. Akkor jött volna az, amit Greg Popovich mondott annó, hogy az NBA-sek azok imádják ezt csinálni, beállnak valaki mögé, és akkor onnan ugrálnak, hogy na gyere ide! Gyere ide. Mind a kettő mögé be lehet állni egyébként, hát tényleg elképesztő két monstrum, hogyan csapott ott össze. Nem hiszem, hogy a Milánnak, most komolyra fordítva a szót, ez egy olyan nagyon komoly törés, hogy a kupa az elment. Hát véletőleg nem, nyilván egyfelől ugye a presztízs miatt valószínűleg igen, másik, ahogy elment a kupa, az valószínűleg igen, de összességében én sem érzem azt, hogy most annyira kiemelten a kupa azon problémás lenne. Meglepő a Milán idei szereplése egyébként, mert nekem azért, bár óriási Milán szurkolóként még azért picit vannak aggájaim, hogy van-e olyan karakteres a keret, nem is erős, hanem van-e olyan karakteres a keret, hogy megnyeri a bajnokságot. Mandzsukic érkezésével, meg Ibra ez jelenlétével azért most adott, ott nem? Az most nőtt a karakterek száma, hála jó Istennek, és ugye erről beszélgettük is, hogy milyen jó az a Mandzsukic érkezés, mert hogy Pioli ővele nyert egy olyan játékost, aki gyakorlatilag tényleg a balbektől a jobb szélsőig akármilyen posztot alázattal el fog játszani. Nyilván ugye center pozícióba számítanak rá, de hogy ettől függetlenül szerintem egy nagyon sokoldalú, sokarcú játékot fog tudni adni a Milánnak, és egy győztes karakter, ami nagyon fontos. 11-es tud rúgni? Csőrrel, kizárólag. Jó, de egyébként is azért azt láthatjuk, hogy azok a srácok, akik egyébként még ilyen fiatal, ügyes focistaként voltak elkönyvelve az elmúlt években, ők is azért karakterre értek, nem? Tehát Romagnoliról, Kessiről, Donnarummáról most már el lehet mondani, hogy ők tudnak tartást is adni a csapatnak, amellett, hogy egyébként jó teljesítményt nyújtanak. Hát és sajnos, de Hernándezt is ide kell venni, ugye, mert azért főleg a bajnokság elején voltak olyan góljai, vagy közepeket környékén, amik ugye visszahozták a Milánt a meccsbe, így a 90. perc környékén. Tehát, hogy Ez a sajnos, ez a taktikai? Nem, én nem vagyok nagy Hernández fan, de se a Bayernbe, se a Milánba, ugye erről már beszélgettünk itt a Bayern kapcsán az elején. De ettől függetlenül, igen, lehet, hogy van benne egy ilyen része, amit mondasz, hogy ezek a srácok karakterértek, csak ha ránézek az Inter keretére, hogy ott kikalkotják ezt a karakteres gerincet, akkor még egy picit úgy vagyok vele, hogy abban nem biztos, hogy a Milán előrébb jár. Hát már csak rutin kapcsán sem, tehát ugye igen. Itt Handanovic-sal, Döfrejjel nyilván nem lehet összehasonlítani Donnarummát vagy Romagnolit, hogyha csak még a... Hát már csak a korosztály miatt sem, így van. Én nagyon várom, vagy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz, hogy fog ez kinézni, mert viszont vannak olyan perifériák, ahol viszont kell a jobb teljesítmény, tehát például Leao egy baromi ügyes gyerek, de nem tudom, hogy a felelősség mennyire fogalmazódott még meg benne. Na, erre jó Ibra, mert ő azért elmondja finoman, hogy mit jelent a Milánban valószínűleg erős felelősséget vállalni. Vagy Samu Castillejo, akitől én egy picit többet vártam, amikor Milánba került. Én az ő játékát imádtam a Villarrealban is, és azt mondtam, hogy fú, ez jó, egy kis mozgékony pali ott a szélről, rendben leszünk. Ő belőle szerintem annyira még nem jött ki az, ami benne lehetne. De nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a Pioli féle egy kicsit, őszintén mondom, egy kicsit szintelen szaktalan Milán, mert nem tudod azt mondani, hogy brutál karakteres, és igen, és ez a játékuk, és ezt csinálják, és így működik a dolog, és nem tudom. Ennek nem mindig megnyerik a meccset. Hála Istennek, tehát legyél karakteres, és nyerj állandóan inkább. Én nagyon kíváncsi, hogy mi van még ebben a Milánban. Hát ehhez képest az Inter pont az ellentetje ennek, mert ott a karakter az, mint olyan, a leginkább létező dolog az összes olasz csapat közül, nem? Hát nagyon, sajnos, nagyon, igen. És sosem értettem, hogy lehet Inter szurkolónak lenni. De igen, ez a,
Ott meg egy picit a másik irányról közelítenék, hogy az meg már nagyon rigid, tehát, hogy minden áron 3-5-2, minden áron ugyanaz a futball. De nem minden edzőnek ez az álma, hogy ennyire a tiéd legyen egy csapat, mint amennyire Contéé ez az Inter? De valószínűleg igen, és ezért nagyon örülök a Bajnokok Ligája kiesésnek például. De tényleg erről van szó, nem? Hogy itt gyakorlatilag megvalósult a tökéletes Conte csapat. Azokkal az emberekkel, azt a focit játsza, úgy játsza, ahogy szeretné. Ez nem mindig, tehát eredményekkel nem mindig párosul, ahogy itt említetted a Bajnokok Ligájában is, meg egyébként itt beszéltünk arról, hogy a bajnokságban is szerintem ennél előrébb kéne tartani az Internek a játék, a mutatott játéka alapján, de lehet egyébként, amit mondasz, hogy pont ez a gátja, tehát ez hosszú távon valószínűleg azért túlságosan megbékhozza a játékosokat, hogy nem cselezhetnek, minden csak minta alapján csinálhatnak. Ugye ezt Guardiola kapcsán mondták, ezen szerintem ő sokat lacított például az idő múlásával. Én is ezt érzem egyébként, hogy érdekes megnézni az Internet, hogy amikor van egy olyan időszaka a mérkőzésnek, amikor nem nagyon megy, akkor kvázi ugyanazok a sablonok jönnek elő, hogy három belső megjárató, fölütöm a Lukakura, szemből a Lautaro Martínez, és akkor valami lesz. Tehát akkor valami fog történni, és akkor... És amikor meg flóba kerülnek, és megy az egész, és működik, akkor meg azért vannak parádés hát, labdarúgóik. Amikor Barella sarokkal ad gólpaszt meg. Sarokkal ad gólpaszt meg, a Hakimi elfutások, vagy a Róma elleni Hakimi gól, amikor befelehozom, és ballal a hosszú, és stb. Tehát, hogy amikor egy kicsit lazul ez a szerkezet, és egy picit Conte mer bízni a játékosaiban, akkor szerintem sokkal, sokkal jobban néznek ki. Amikor nagyon rigid és merev, akkor hála Istennek nem nyernek. No, még egy téma. Hát szerintem azt kitaláljátok, hogy mi Messi szerződés. Először próbáljuk meg azt helyre tenni, hogy ez kinek állt érdekében, hogy ez nyilvánosságra kerüljön, mert ugye lehet értelmezni a klub elleni támadásként, Bartomeu elleni támadásként, Messi elleni támadásként, szóval ki volt a cél? A Mundónak a sport főszerkesztője azt mondta, hogy nem a La Liga szivárogtatott, de amúgy gyönyörű, hogy így szépen lassan így dobja a morzsákat. A szerződés azt le kell adni a Liga felé. Igen. Messi köréből az így elsőre azt írta a sajt, hogy nyilván nem Messi köréből adták ki, de én abban azért nem vagyok ilyen biztos. Hány ember lát egy ilyen szerződést? Messinél... Körülbelül csak 10 alatti. Hát ha minden jól megy, és minden a helyén működik, akkor 10 alatti. Igen. Igen, igen. Tehát, hogy ez szóval nagyon-nagyon belső körből kellett, hogy kijöjjön. Az volt a legszélsőségesebb elmélet, hogy Bartomeu volt az, aki kiszivárogtatta. Jó, de az előzmények alapján. De az egy óriási öngól. Hát persze, hát ő kötötte ezt a szerződést vele, tehát hogy ez már nincs fölötte felelőssége. Azért az is egy fontos, hogy amikor a szerződés hosszabbításról van szó, ő neki már nincs benne felelőssége. Egészen egyébként, hogyha nyilván mindenki olvasta, hallotta, látta, 555 millió volt euróban. Ezt is az fontos hozzátenni. 4 évre. És ezek a... 196 milliárd forint. 196 és, milliárd. És ezekkel a... Tehát ugye a valaha volt legnagyobb sportolói szerződésről beszélünk, amit megkötöttek a világtörténelem, vagy legalábbis ami kiszivárgott. Lehet, hogy van egy csomó, amiről nem tudom. Itt tudja, mi van a harmadik kerületnél. Ja. Ennél jóval nagyobb szerződések természetesen. Hát és ami egészen döbbenetes, ezek a bónuszok. Tehát ugye a újítási bónusz 115 millió. Hűségbónusz 78 millió euró. Tehát, hogy ilyen átigazolási összegek nincsenek. Az, hogy ilyet beleírnak egy szerződésbe, szerintem az a botrány. És ez sokkal kevésbé Messit minősíti, mint a klubot, vagy azokat az embereket, akik ezt megadták neki. Ha kicsit belegondolunk, van-e pénzét tehető, vagy pénzszerűsíthető értéke például Leo Messinek? Tehát nyilván nincs, tehát felbecsülhetetlen. Igen, én is ezt gondolom. Tehát, hogy innentől kezdve, hogy leírjuk a 78 milliót, vagy a 196 milliárd forintnak megfőszeget, az valamilyen arányszám. De igazából ki tudja, hogy a valóság az fedi-e ezt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy Messinek az értéke az, hogy valaki 10x éven keresztül, közel 20 éve ilyen szinten a világ egyik legnagyobb klubja, vagy legnagyobb, valószínűleg sokaknak a legnagyobb klubja, valószínűleg sokaknak nem, teljesen mindegy, egy top klubban 20 éven keresztül így teljesít. És egyetlen egy klubnál van, az egész világ labdarúgására volt olyan hatással, és most mindent beleértek, a zanzibári edzőképzéstől kezdve, az urugvái piacokon át, mindenhol megjelent az, hogy Messi és a Barcelona, és szerintem az
az kevésbé 196 milliárd, hogyha ezt így egész kontextusba helyezed, hogy a futballra gyakorolt hatása Guardiolával együtt, ahogy átalakult miatta a játék. Jó, csak tehát, Szabi, hogy... azért, tehát hogy kontextusba helyezzük, azért visszás a helyzet, mert közben van a Barcelonának egy olyan adóssága, aminek a felét ezt teszi ki. De ezt a koronavírus hozta, szóval hogy hát akkor világ... írták alá ezt a szerződést. Igen, persze, nem számított senki arra, hogy bezár a világ 2020 márciusában. Csak akkor is ez most így nagyon, tehát itt pont a kontextusát vizsgálva néz ki nagyon rosszul. Hát most jelen helyzetben természetesen, jelen helyzetben abszolút rosszul néz ki. Igazából én nekem az a nagyobb kérdés, hogy mi lesz vele? Mert hogy nekem ez, hogy Guardiola megint hosszabbított 2 évet a Citynél, és pont lejár Messi szerződése is, és hogy akkor most ez hogy lesz? Hát állítok, franciául tanul Messi. Igen, igen, ezt én is hallottam, hogy a Lille nagyon érdeklődik Messi. Még a Toulouse-on adja lesőt. Lorian, igen. Le akarná igazolni őt. Szóval mi lesz? Mi lesz Messivel? Hát ez nyilván megint egy olyan dolog, most éppen megnyugodott a lelke. Vagy hát szépen, háborog, lassan visszatért volna a normalitásba, legalábbis meccsen a testbeszédéből ez jött le, és akkor megint egy ilyen helyzet. Hát azt hiszem, egy Athletic cikkben olvastam ezt, hogy benne van az a forgatókönyv, amit ezt szerintem nagyon kevesen tudtak volna elképzelni, hogyha ez még tovább eszkalálódik ez a helyzet, akkor szezon közben elmegy. Tehát hogy azt mondja, hogy akkor szevasztok. Hát egyébként nagyon érdekes volt a nyári átigazolási szezon nekem, ahogy nagyon-nagyon bizonygatta, hogy már pedig ő megy, és akkor kijött ez a 700 milliós kivásárlási ár, hogy valami ilyesmi van a szerződésében, és akkor egyik pillanatra másikra, hogy jó, akkor nem megyek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb erők és érdekek mozgolódnak egy-egy ilyen dologban, mint az, hogy épp most jól passzoltak nekem a pályán, vagy nem. És egyébként ezért is nagyon érdekes ez a szerződés előkerülése, hogy most ez most mit is akarok stimulálni így az elnök választás előtt, meg így a Messi szerződések lejárta előtt, tehát hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Maga a számszaki része az engem kevésbé mozgat, inkább maga az, hogy ez mit fog kiváltani a világ futballjából, mert egyébként őszintén, el tudjátok képzelni, hogy mit a New Old Boys-hoz hazaigazol, vagy nyilván nem tudom. Itt, amit mondasz, és ebben szerintem ez egy nagyon érdekes, meg meggondolandó dolog, hogy éveken keresztül ugye ez volt a verseny, hogy akkor Ronaldo vagy Messi keresse jobban, még amikor Spanyolországban együtt játszottak. Ugye ez soha nem került nyilvánosságra, hogy valójában ennyit keres Messi, 130 milliót évente, vagy 128, vagy nem tudom pontosan. És az csak a Barca szerződése. Igen. És akkor ugye azokról beszéltünk itt, hogy Ronaldo 26, meg 30, meg ilyen, és hogy akkor azzal tartja lépést, hát miről beszélünk? Tehát ennek a háromszorosát, vagy a négyszeresét kereste akkor Messi. És ugye amennyire látom, vagy tudom, a Juventusnál transzparens a fizetése, ott ugye lehozzák nyilvánosan minden szezon elején, hogy mennyit keresnek. Ott is egyébként iszonyatos aránytalanság van ilyen szempontból, mert 32 milliót kap Ronaldo, a második legjobban kereső játékos meg 8-at vagy 10-et, tehát hogy de ettől függetlenül az még mindig, tehát nagyságrendileg az még egy értelmezhető összeg. Igen. Ez nem. De Ronaldo inkább, vagy nagyobb százalékban a saját szakállára dolgozik, Messi pedig egy klubot gyakorlatilag a végtelenség, amíg addig a Barcelona lesz, addig Messivel fogják azonosítani. Ez így van. Hát, hogyha most nem nyer a Paris Saint-Germain-nel Bajnokok Ligája címet. Igen, valaki föltett egy képet, hogy van a Don Balón című spanyol volt focival foglalkozó újság, ahol Cruyffot ugyanezért, ugyanígy elővették, hogy nem tudom, akkor valami 60 millió pezet, nem tudom, mi volt a konkrét összeg, hogy lehet ennyit keresni, és elővettek egy ugyanilyen címlapot. Nem ez kerül majd utólag az életrajzába, amikor méltatlan megírják. Méltatlan is lenne, nyilván, tehát, hogy... Hanem az, hogy konkrétan mostantól örökké élni fog az ő hatása. Az nem megfizethető, és ebben teljesen egyetértek, Szabi, hogy az nem megfizethető, amit ő a Barcának ad, úgyhogy gyakorlatilag odaadhattak volna egy üres csekket is neki. Hogy... Hát lehet, hogy ez történt. Hát, amúgy el tudom képzelni, hogy ez történt egyébként, tényleg. Én a Barca jövőjéért jobban aggódom egyébként. Mert az nekem nem világos, hogy ott most mi fog történni, azért Messi sem lesz már sokkal fiatalabb, ugye ide 34, hogy utána mi lesz. És nyilván mi a végignéztük azt a fölfeleivel és Guardiolával, Messivel, mindenkivel, hogy ők a top csúcs. Ezért nem volt ez mindig így, hogy hát Barcelona a top csúcs, tehát vélhetőleg lesz megint egy ilyen kis gödör Messi után.
De valóban, amit mondasz, és ez teljesen egyetért, hogy szerintem ő futballra gyakorolt hatása az nem csekkel leírható. És ez még hosszú-hosszú-hosszú évtizedikig így lesz. Azt hiszem, hogy ez tökéletes végszó volt. Még órákig szívesen beszélgetnénk, de azért benneteket sem szeretnénk tovább feltartani. Szabi, nagyon szépen köszönjük, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Várunk legközelebb is majd. Mint ahogy benneteket is, iratkozzatok fel a csatornára, hallgassatok a Spotify-on és bármilyen podcast lejátszó eszközön. Jövünk jövő héten is. Sziasztok! Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.